Kedves nézőink, folytatódik a sorozat, amelyben csak ülök és kérdezek, és ezúttal a beszélgető partneremről hát sok mindent mondhatnék. A legegyszerűbb talán az lenne, hogy diplomata, Bokor Balázs, de hát emellett ugye számos dolgot megemlíthetnénk többek között, hogy ugye a Budapesti Afrika Fórumnak vagy a főkoordinátora, a Hollywood Tanácsnak ugye a alapítója 2016-tól működik, hogyha jól tudom. Meg hát tavaly óta pálinka lovag is, úgyhogy ehhez külön gratulálok. Ez lehet a legkellemesebb elfoglaltság, azt gondolom, mindközül. De viccet félretéve, és amiért beszélgetünk, az nem az, mert ugye sokáig Los Angelesben főkonzulként tevékenykedtél, hanem tényleg a mögötted lévő Magyar Hollywood Tanácsnak a munkája és munkássága, meg az, hogy egyáltalán ez a mostani helyzet miként hat ki a filmiparra, mert azt tudjuk, hogy ki hat, hiszen a mozik voltak az elsők, amiket bezártak. Bizony egy sajátos időszakban vagyunk, ami felforgatta az életet minden szempontból, és hát a mozi tulajdonképpen egyike a legkézenfekvőbb dolgoknak, amiket felforgatott ez a vírus, ez a járvány, hiszen moziban együtt lehetünk. Általában megszoktuk, hogy minél nagyobb a közönség, annál jobb hangulat van, és annál jobban esik megnézni egy-egy nagy filmet a moziban. Ez most kizárt. Valóban ez egy döntő változás, hát ez üzleti szempontból is a mozikat üzemeltetőknek egy nagy arcú csapása, és természetesen, hogy gazdaságilag nagyon sokáig fogják szerintem húzni ennek az igáját, viselni ennek a következményeit. Persze hát a filmgyártók maguk is, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly nagy téma. Ugye elmaradtak forgatások, illetve elmaradtak bemutatók is, tehát lettek volna nagy filmbemutatók a elmúlt hetekben. Így van, hát a forgatások azt egyébként Magyarországon is nagyon-nagyon megérezték, persze nem csak Magyarországról van, az egész világon ez a jellemző, de azért ne felejtsük el, hogy itt Magyarországon nagyon sok külföldi filmet forgattak, és reméljük majd a jövőben is azért visszatér ez a dolog, ha elmúlik ez a járvány. Itt például a Rákospalotai nagy filmstúdiónkban nagyon-nagyon sok amerikai produkció is forgatásra került az elmúlt 10 évben. Egyébként pont idén májusban lenne az ünnepség, a 10 éves évfordulója az Origo filmstúdiónak, hát valószínű ez is elmarad. Minden forgatócsoport itt hagyta a munkáját, elment, mint ahogy a világ más tájairól is. A bemutatók meg megint csak nem működnek, hiszen az tömeges együttlétet jelent. Hát ezek eltolódnak későbbre, a már beharangozott filmeket valószínűleg ősszel, ha jól számítjuk a dolgokat, vagy még később tudják majd bemutatni. És mit gondolsz egyébként arról, hogy Hollywood mikor fog ehhez a témához hozzányúlni? Ugye ott volt szeptember 11-e. Megrázta a világot, bár igazából egy országot és egy várost érintett, de azért hamar megjelent a filmvásznon különböző feldolgozásban. Ez a mostani világméretű pandémia szerinted mikor kerülhet mozivászonra? Én szerintem hamar, de azért ne felejtsük el, hogy már vannak olyan filmek, amelyek előre készültek, hogy így mondjam. Azért a járvány és a többiek már ezt a témakört boncolgatták. Azért az emberiség nem most áll szembe, nem most kerül szembe először ilyen nagy járvánnyal. Tehát azért ez prognosztizálható, hogy mi történik egy járvány alatt. Na de konkrétan ez a COVID-19, 2019-es koronavírusos járvány, én biztos vagyok benne, hogy már most sok ember agyában forgatókönyvként, egy-egy produkcióként már megvan, és kezdenek vele foglalkozni, és ahogy majd eljutunk oda, hogy lehet filmet forgatni, lehet filmeket készíteni, biztos, hogy prioritást fog élvezni ez a téma. Én úgy gondolom, magam is ugye valamelyest a filmes szakmához közel álló, hogy valami emberi történetet fognak azonban benne kidomborítani, tehát azt fognak keresni, nem pedig a világméretű terjedéséről lesz itt szó.
Kétségtelen számtalan téma jöhet elő, de hát ez egy kézenfekvő téma, az emberi vonal, mert végül is ebben a járványban az emberi vonal az, ami most nagyon érzelemdús, hiszen el vagyunk zárva egymástól, megszűnt a lehetőség a közvetlen személyes érintkezésekre, szeretteinktől távol vagyunk, ezért óhatatlanul ez a kérdéskör, ez az érzelmi kérdéskör majd domináns szerepet játszik ezekben a filmekben is. Minden bizonnyal így kell, hogy történjen. A Magyar Hollywood Tanács Facebook oldalát, aki követi, az láthatja, hogy szinte napról napra más-más embert kértek fel arra, hogy ajánljon valami filmet, hiszen most azért van időnk filmet nézni. Így van. Ugyanis ez az egész helyzet, ahogy az elején is említettem, minden megváltoztatott. Na most ez önmagában nem baj, ha változások vannak, majd hogy mi lesz a végeredmény, azt meglátjuk persze. De a változások egyik aspektusa az, hogy mindenki minden szinten próbál valami olyat produkálni, most valami olyat szervezni, létrehozni, ami ebben a bezárt, karanténos környezetben működik. Hát a mozi is ilyen, mert a komoly nagy mozitermek azok ugye kiüresedtek és nem működnek egyáltalán, de a filmek azok szerintem pont ezzel reneszánszukat élik. Ugyanis most van arra lehetőség, hogy egyre több filmet nézzünk meg, egyre több filmre felhívják a figyelmünket. Számtalan cég, intézet, szervezet, intézmény most olyan programokat indít be, hogy felszabadítja az eddig zárt láncú filmek nézését, megengedi a hozzáférést. Most a Magyar Hollywood Tanács is pont ebből indult ki, hogy használjuk ki a lehetőséget, hogy most el vagyunk zárva, de mégse legyünk elzárva. Ezért beindítottuk körülbelül 2 hete a Mozinézés című projektünket, ami azt jelenti, hogy minden nap azóta is egy-egy filmet szerető személyiség, szakmai személyiség, vagy egyszerűen csak egy ismert valaki ajánl saját maga számára kedves filmek közül egyet. És ennek a linkjét betesszük, amit aztán mindenki megnézhet a Facebook oldalunkon. Ez egy nagyon sikeres projekt. Az adminisztratív oldalon, a Facebook oldalunkon nyomon lehet követni a számokat. Most már több tízezer ember nézte meg összesen ezeket a filmeket, és minden nap megyünk előre. Ma is lesz egy óra, másfél óra múlva közzétéve egy ajánlás és egy film, és holnap is, és így megyünk előre. Szóval ez is a változás irányába van, hogy próbáljunk mégiscsak minőségi szórakozást nyújtani egymásnak ilyen feltételek között, és ilyen körülmények között, ilyen módszerekkel, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy mégiscsak működjünk. Változásról beszélsz, ez a változás, ez csak a jelennek szól, a karanténnak szól, vagy szerinted ezt követően megváltozik a világ, és más lesz például a moziba járási, szórakozási szokásaink? Én biztos vagyok abban, hogy a járványt követően általában életmódunkban, életstílusunkban, társadalmi szokásainkban, gazdaság, stb. Erről nem is beszélve, változások következnek be. Ezek között lesznek jó változások, lesznek rossz változások, kétségtelen, majd az idő eldönti, hogy a patika mérlegbe mi kerül jobban bele, a plusz vagy a mínusz. De hát a mozi is meg kell, hogy változzon egy kicsit. Bizony, ugye ne felejtsük el, hogy már itt az elmúlt egy hónap alatt számtalan olyan kezdeményezés is beindult, hogy ne nagy forgatócsoportokkal, utcai helyszíneken, látványos jelenetek, stb., hanem a karanténbeli környezetnek megfelelően okostelefonokkal, kisebb technikával is lehessen filmeket forgatni. Én azt hiszem, hogy ez rá fogja nyomni a bélyegét a filmekre is. Kétségtelenül lesz helye a nagy, hagyományos filmeknek is a jövőben, de egy könnyedebb, gyorsabb, egyszerűbb forgatási módszer is ki fogja követelni magának a létterét egyre inkább.
Hollywood egyébként, ugye, meg magát a mozit, azt már sokszor temették. Tehát azért temették, amikor megjelent a VHS, temették, amikor megjelent a DVD, a Blu-ray, az hamarabb elment a Blu-ray, mint bármi más, de azért sok támadás érte már a mozit, de azért mindig kitartott. Hát ez valahol olyan számomra, mint az újság. Gondoljunk csak bele, hogy ma már az emberek hírfogyasztásának legnagyobb része online megy. Reggel felébredsz, beütöd ezt meg azt, ilyen és ilyen oldalat, és azon elolvasod a híreket, töménytelen mennyiségű ilyen hír érkezik. De mégis valahol, ha le is csökkent a korábbiakhoz képest, nagyon nagy jelentősége van annak számos ember számára, és így számomra is, hogy kézbe fogja egy újságot. Lapozzál valami magazin. Tehát azért nézzük meg, hogy most a közvetlen járvány előtti időszakban bementél egy újságos boltba, azért rengeteg lap van még mindig, független attól, hogy az újságokat is, a nyomtatott újságokat is elbúcsúztattuk már, és már halálhírüket keltettük sokszor. Ugyanez van a mozival is, persze, de én azt nem hiszem, hogy ez a járvány olyan hatást gyakorolna, hogy a mozi, mint olyan a film, a hagyományos film megszűnjön. Erről szó sem lehet. Más kérdés, hogy esetleg más módszerek kerülnek majd alkalmazásra, a költségek is áttekintésre kerülnek, mert azért legyünk őszinték, hogy ma egy komoly hollywoodi film gyártása, hogy így mondjam, komoly dollármilliókat is felemészhet. Igen, és hát a jegybevételek is azért komoly dollármilliókat hoznak, tehát... Így van. Ez egy üzlet. Tehát Hollywoodban nem is tagadják, hogy ez egy ipar, és az iparnak üzleti értékei vannak, bevétel, nem csak kiadás, hanem bevétel is, és profit. Most gondolom, te is karanténban vagy. Így van, persze. Mi lesz az első dolgot, ha vége van a karanténnak? Melyik filmet fogod megnézni? Hát nézd, filmek megnézésében most nincs nagy vágyam, mert nap mint nap elég sokkal több filmet nézek most így itthon, mint általában. De mondjuk egy jó filmbemutatón szívesen részt vennék, független attól, hogy mi az konkrétan a film, de egy hagyományos filmbemutatón, ahol ugye vörös szőnyeg, bevonulnak a főszereplők, rendezők, producer, beszélgetni lehet, kis zsibongás, ez biztos, hogy jó lenne majd. Remélem lesz is ilyenben részünk nem túl sokára. Hát azért én ezzel óvatos vagyok, mert szerintem pont az ilyen nagy, nyüzsgős, egymás lögdösődős tömegrendezvények lesznek egyre később visszatérőek. Kétségtelenül ez a nem túl sokára, ez nem heteket jelent számomra se. Én nem hiszem azt, hogy a járvány előtti élet egy-két hónapon belül vissza tud állni, erre ez kizárt dolog. Az, hogy valamilyen módon normalizálódni kezd az élet, és elkezdünk az eddig megszokott élet bizonyos elemeit továbbvinni, mert ugye abban is sok változás lesz, az kétségtelen tény, és ez várható egy-két hónapon belül, szerintem. De az, hogy nagy tömegjelenetes dolgok, hát az biztos, hogy nem a 2020-as év naptárjában lesz töménytelen módon bejegyezve. Igen, hát mondták, hogy a rendezvény szervezők az idei naptárt azt már kidobhatják a kukába, mert valószínűleg ezek elmaradnak. Nagy valószínűséggel igaz, ugye mindent utólag tudunk meg természetesen, tehát nem lehet ezt most előre mondani, hogy mikor áll be az új élet, ezt nem tudjuk, mikor lesz újból utazás, mikor lesz újból rendezvényszervezés. Valószínű ezek a nagy volumenű dolgok, a sok emberes, sok résztvevős dolgok tolódnak ki legkésőbbre, és ezekben lesz a legnagyobb változás. Tehát az is előfordulhat, hogy egy ideig még egyáltalán nem rendezünk majd ilyen nagy létszámú rendezvényeket, hanem az óvatosság fog dominálni, és kis csoportos foglalkozásokat tudunk csak megvalósítani. De nem baj az, legyen kis csoportos foglalkozása, hogy itt idézőjelben mondtam, mert az már jó jel lesz, és az már az új élet megindulásának igazi tavasza lesz.
Legyen így, a Magyar Hollywood Tanács is erre készül szerintem. Bokor Balázs, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Vigyázz magadra, és remélem találkozunk egy filmbemutatón hamarosan. Te is vigyázz, mindenképpen lesz nyoma a Magyar Hollywood Tanácsnak folyamatosan, online is, és majd élőben is.